Negatív rekord a Szamoson. Jól látszik, extrém alacsony a vízszint a folyón. Ezeket a fotókat a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság készítette Csengernél. Múlt szombaton mínusz 143 cm-es vízállás alakult ki a Szamosnak ezen a szakaszán, ami 12 cm-rel alacsonyabb, mint a valaha mért legkisebb vízszint. A Tiszán is nagyon alacsony a vízállás, 25-40 cm-es közelségben vannak a legkisebb vízszintek. Magától érthetődő, hogy nem tudunk vizet kivenni a folyókból, tehát nem lehet jelentős vízpótlást eszközölni. Most jelenleg a kis vízszint rögzítés rendelt el az Országos Vízügyi Főigazgatóság országos műszaki irányító törzse, tehát azt jelenti, hogy dokumentáljuk ezeket a kis vízszinteket, felmérjük a Tiszát, lerögzítjük, illetve vízhozam méréseket végzünk az operatív vízhozamok meghatározása érdekében. Mert ugye a vízhozamok is jelentősen lecsökkentek, tehát egy 20-30 köbméter a beérkező vízhozam az országban, mind a Tiszán, mind a Szamoson, ezért nagyon oda kell figyelni a vízkiadagolásokra, hogy az öntözővíz igénye kielégítése összhangban maradjon a vízkormányzással, tehát magyarán a folyóink vízszintje megmaradjon. Hazánkban egy több mint 100 állomásos aszálymonitoring rendszer működik, ebből 9 állomáson a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területére végeznek előrejelzéseket. A térségben a rendkívüli szárazság miatt másodfokú aszályvédekezési készültség van érvényben. Nem lehet minden vízigényt kielégíteni, illetve hát nem is tudunk, mert egyszerűen nincs víz a csatornákba, kiszáradnak, és lehetetlen a vízigényeket kielégíteni. Természetesen, ahol lehetséges, ezt megtesszük, a Mária-Pócsi főfolyás térségében vannak öntözések, illetve vizet visszatartunk, ahol lehetséges, illetve a tározóinkat igyekszünk feltölteni. Tehát jelenleg a tározó feltöltöttség egy olyan 50% körüli, tehát mintegy 15 millió köbméter vizet visszatartunk, tehát vannak teljesen száraz tározóink, tehát a rohodi, pazarnyi, szamosmenti tározók sajnos teljesen szárazak. A rendkívüli szárazság miatt a talajvízszintek is extrém alacsonyak. A Nyírségben például jelenleg közel 2 méterrel alacsonyabb a korábbi évekhez viszonyítva. A szakemberek ezért olyan nagy volumenű beruházást terveznek, melynek köszönhetően a talajvízszintek emelkedhetnek a Nyírségben. A vízpótlást a Tiszából tervezik megoldani. Ahhoz azonban, hogy az aszályhelyzet és az ezáltal kialakult öntözési problémák megoldódjanak, nagyobb csapadék mennyiségre lenne szükség. Idén eddig az átlagnak kevesebb, mint a fele esett a térségben.